2016-ra 4%-os gazdasági növekedést vár Orbán Viktor. A miniszterelnök egy pekingi kínai-magyar üzleti fórumon azt is mondta, hogy Magyarország Európa egyik legversenyképesebb gazdasága, ahol komoly termelési központ jött létre. Mi 2016-ra azért megcélozzuk a 4%-os gazdasági növekedést, ami európai összevetésben igen jelentősnek mondható. Orbán Viktor a kínai-magyar üzleti fórumon azt mondta, hogy aki a magyarokkal köt üzletet, az az Európai Unió növekedési motorjával kerül kapcsolatba. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány célja a teljes foglalkoztatottság elérése. A munkanélküliséget 3-4%-ra fogjuk leszorítani, ami lényegében azt jelenti, hogy mindenki folyamatosan talál munkalehetőséget. Még nem tartunk itt. A miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon megvan a politikai stabilitás, ami Kínának óriási előnye. Az áprilisi választásra utalva úgy vélekedett, jó esélyük van arra, hogy a magyar emberek a politikai stabilitás mellett fognak dönteni.